Üdvözöllek! A mai találkozásunkon azt szeretném, hogyha belső konfliktusokra tudnánk koncentrálni, így hát kérlek szépen emlékezz vissza és mesélj a gyermekkorodról egy kicsit. Tudja, Kolumbiában nőttem fel, egy békés farmon. Apukám egy tipikus, kemény kolumbiai apuka volt. Példaként mondanám, hogy mindig dinoszaurusszal etetett. Emlékszem, az öreg mindig mondta, hogy a dinoszaurusz alakú csirkefalatkák sokkal jobbak, mint a csirke alakú dinoszaurusz falatkák. Ennek ellenére nem tudom miért, csirke helyett mindig dinoszaurusz kaptam, tudja? Apukám nagy, átlátszó zacskókba lisztet tartott. Igazából nem tartottam furcsának a dolgot, ugyanis a pajtában tartott kolbászfülű lámám szerette a lisztet, így hát gondoltam, hogy apukám biztos azzal eteti őt. Biztos, hogy az liszt volt? Igen, igen, megkóstoltam. Rohadt jó volt. Utána pedig feketeség. Annyira emlékszem, hogy egy rohadt jót buliztam a lámával, söröztünk, hívtuk a ribiket, tudja? Maga hány éves is volt akkor? 12, azonban Kolumbiába korán kezdjük ezeket a dolgokat. Életem legmegrázóbb pillanata azonban az volt, amikor úgy döntöttem, hogy leviszem a kakasomat sétálni a patakpartra. Betettem a jószágot az autóba, de azonban nem tudom miért, de stresszelt a tyúkom az autóban. És meghalt. Azóta is. Minden este sírok. Hogyan sír? Mutassa meg, éljük bele magunkat! Körülbelül így, Juanito. ¿Por qué eres muerto? ¡Hangosabban! Juanito, ¿por qué eres muerto? Ya no puedo más sin ti. ¡Még hangosabban! Juanito, ¿por qué eres muerto? Ya no puedo más sin ti. Yo te he amado, tú fue toda mi vida. Doctor úr, jól van. Jöjjön kérem, cseréljünk helyet. Rendben. Meséljen, Doki, mi nyomja a szívét? Maga még nem tette fel azt a kérdést magának, hogy ha a tejcsoki tejből van, akkor a Tibi csoki miből van? Ez igazán szörnyű. Szegény Tibi. Van valami más, ami még netán nyomná a szívét? Képzelje, édesanyámtól kaptam szülinapomra egy szobrot. Na hát ennek bizonyára örül. Igen, csak annyi a baj, hogy John Cena-t ábrázolja szobor, így hát már félek levetkőzni is. Bocsánat, hogy így félbeszakítom. Ha már a vetközésről beszélünk, keresünk egy romantikusabb helyet. Ez most így jobb? Persze, így kevesebb az érzelmi határ köztünk. A pólót azért nem lehetne felvenni? Hát, miért is ne? Más valami nyomja a szívét, doktor agyba turkáló? Sok dolog, fiam. Sok dolog. Egyik reggel például úgy gondoltam, hogy csapok magamnak egy finom reggelit. Felvágtam kolbászt, szalámit, megkentem a kenyeret vajjal, bementem kezet mosni, azonban mire végeztem, a vajas kenyeret elvitte egy csillámpóni. Még mindig emlékszem tisztán erre a pillanatra. Csak a vajas kenyeret ne! Tessék, vigyed helyett az iPad-emet, nem kell, vigyed, ingyen van! Kell a fa... De semmi. Sosem láttam újra azt a vajas kenyeret. Igen, doktor úr, én is szeretem magát, de a hűtőbe van még szalámi? Nem. Azóta már a szalámit se szeretem. Mindig csak a rossz emlékek jönnek fel. A kedvenc ételem most a sajttal töltött medvefing. Igazán az se rossz. Pillanat, kiviszom a kenyeret a WC-ből, mert így biztos szaríze lesz. Doktor úr, micsoda mókamester maga? Szó szerint az lesz, mi? Igen, maga meg hozza már ott van a kredencbe a csalamádé. Rendben. Sziasztok mindannyian, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a harmadik részét az én saját sorozatomnak, a Valamit nem stimmelnek. Arra szeretnétek kérni, hogy ugyanolyan mondatokat, ilyen nonsense mondatokat írjatok a kommentbe, és akkor tudok negyedik részt is csinálni. A helyzet az, srácok, hogy sokan kérdezitek, hogy miért csak három rész van ebből a sorozatból, és hogy ez a kedvencetek. Az igazság az, hogy ezt a videót a legnehezebb nekem megcsinálni, és nem látom az eredményben, hogy tényleg annyira felkapott lenne-e. Tehát, hogyha azt akarod, hogy egy negyedik része is legyen ennek a sorozatnak, én akarom, de ez tőletek függ, mert hogyha látom, hogy nem nagyon nézik az emberek, akkor minek csináljak. Na mindegy, az a lényeg, hogyha elérjük az 1500 lájkot ezen a videón, akkor csinálom is a negyedik részt. Tehát lájkoljad és hozd meg, ugyanis minél több megosztás van, annál több a lájk is, és minél előbb összegyűlik a lájkok száma, az 1500 lájk, annál előbb meg fogom csinálni a negyedik részt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt most a harmadik részt. Hogyha akarod látni az előző kettőt, akkor kattints ide, vagy ide. Ennyi lett volna. Köszönöm szépen. Sziasztok, I have no idea Hungary voltam, és I have no idea Hungary most kijelentkezik. Wow!